Üdv mindenkinek, itt a Lexikon! Ebben a részben tovább robogunk a kriptovonaton, központi témánk pedig a piaci kapitalizáció lesz. Megnézzük azt is, hogy milyen összefüggésben van egy kriptovaluta árával a piaci kapitalizáció, hiszen fontos lehet főleg akkor, ha valaki mostanában készül felszállni a kriptovonatra. A meghatározás előtt vegyünk egy egyszerű példát. A bitcoin ára jelenleg körülbelül 57 és 58 ezer dollár körül forog. A kriptovaluták királya az első helyet foglalja el. A Dogecoin viszont csupán 20 cent, szóval jóval kevesebb, mint a bitcoin. Na most, ha valaki azon töri a fejét, hogy hogyan lehet minél gyorsabban profitra szert tenni, akkor a Dogecoin egy sokkal csalogatóbb választás lehet, mint a bitcoin, hiszen csak 20 cent. Rövid időn belül simán lehet 20 dollár is, sőt, miért ne lehetne 200? Hiszen a bitcointól még úgy is jóval le lesz maradva. Ez egy 100 vagy éppen 1000-szeres növekedést jelentene, ami nagyon szép és nagyon jól hangzik, de itt jön képbe a piaci kapitalizáció. A piaci kapitalizáció az összes befektető által meghatározott, számszerűsített értéket jelenti, vagyis hogy mennyi pénz van egy adott dologban, lehet ez részvény vagy éppen kriptovaluta. A kriptovaluta piaci kapitalizációja egyenlő a kriptók számának és azok aktuális árfolyamának szorzatával. Lényegében ez az a szám, amennyi pénzt belefektettek a vállalatok, magánszemélyek, országok, stb. És most térjünk vissza az előbbi példánkhoz. Nézzük meg, hogy a bitcoin kapitalizációja jelenleg 1,1 trilliárd dollár. A Dogecoin jelenleg a 10. helyen áll 0,3 trilliárd dolláros kapitalizációval. Szóval, ha ez az összeg megtízszereződne, akkor a Dogecoin már majdnem a második legnagyobb kriptovaluta lenne az Ethereum nyomában. Ha a 20 centes összeg elérne a 20 dollárt, ami 100-szoros emelkedést jelent, akkor a piaci kapitalizációja majdnem 3-szor lenne akkora, mint a bitcoiné. Ez a legmerészebb forgatókönyvek alapján is teljesen lehetetlennek minősül. Ezek a hatalmas szorzók és nagy profitok nem lehetetlenek a kripto világában, viszont nem könnyű őket megtalálni, és több esetben nem biztos, hogy bejön az ötlet. Ami ugyanakkor fontos, az minden esetben a piaci kapitalizáció, és nem az adott kripto ára, hiszen jóformán az nem jelent semmit. Minél nagyobb tehát egy kripto kapitalizációja, annál biztonságosabb befektetés lehet. A kriptovalutával való kereskedés viszont rizikós lehet, mindenki saját felelősségére vágjon bele, de előtte alaposan informálódjon. De hogy miként lehet konkrétan befektetni, vásárolni, arra a következő lexikon fejezetbe adunk választ. Viszlát!